Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Sportfejlesztés, 3 milliárd forintból épül az új sportcsarnok Dombóváron. Most már hivatalos, kinyitnak az óvodák, iskolák, lesz mindenhol gyerekfelügyelet. Túl sok a bizonytalanság, kevés az idő, a Fidesz-KDNP frakciója nem tartaná meg a szexárdi szüreti napokat. Változatlan szakmai vezetés, új célok, felállt a KSC Szexár csapata. Három milliárd forintból épülhet új sportcsarnok Dombóváron. A sportkomplexumban többek közt úszoda, kosár és tekepálya is helyet kap. Az úszószövetség elnöke maga is megnézte a tervezett épület helyszínét. Így néz ki a tervezett multifunkcionális sportlétesítmény a látványterveken, aminek a kosárpályán kívül része még egy 6 pályás, 25 méteres úszoda és tanmedence mellett egy 4 pályából álló tekepálya, valamint egy sportlőtér is. Pintér Szilárd polgármester a Magyar Úszószövetséggel egyeztetett Dombóváron, majd megnézték a helyszínt, az 1973-ban épült Farkas Attila sportuszodát. Ide már a Magyar Úszószövetség elnökségi tagjaként tért vissza Rózsa Norbert, olimpiai bajnok úszó, akinek egykor innen indult a pályafutása, erre tábla emlékeztet ma mindenkit az épület falán. Alapvetően én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy minden gyermek tanuljon megúszni, hogyha éppen arra gondolunk, hogy elmegyünk nyaralni a családdal tengerpartra, vagy csak éppen egy vízbiztonságot szerezzen meg a minden kisgyerek, akkor azt gondolom, hogy ez az alapja mindennek. És aztán, hogy kiből lesz élsportoló, kiből nem, azt meg mindenki eldönti, és mindenki tudni fogja és érzi, ő is, meg a családja is. Ma is rengetegen választják az úszás Dombóváron, 130 versenyzője van a Városi Egyesületnek, de az iskolásokkal és óvodásokkal együtt a tervek szerint több mint 500 gyerek tud majd rendszeresen úszni tanulni. A város polgárait is rekreációban, mindennapi sportolás kapcsán is tudja segíteni egészségük megőrzésében, és végre a város megérdemelten egy olyan úszodát fog kapni, ami korszerű, a mai kor előírásainak, követelményének maximálisan megfelel. A helyszín szerintem szuper. A tervek készen állnak, már csak finom hangolni kell őket. Nagyjából 3 milliárd forintra becsülhető a bekerülési összeg, amihez mindenképp kell állami segítség is. Terveink szerint 2021 második felében az építkezés elindulhat, 22 nyarára, illetve talán mire elindul az oktatási év, talán kész is lehet. Nyilván azt gondolom, hogy ez a másfél milliárd forint, ami ma még hiányzik, az egy nagyon tetemes összeg, de továbbra is azt gondolom, hogy a mai biztató szavak után egyre jobban úgy érzem, hogy ezt is meg tudjuk szerezni. Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője szerint nem csak Dombóvárnak, hanem a város környékének is sokat jelentene az új sportkomplexum, ezért ő is támogatja és segíti a megépítését. Nagyon reméljük, hogyha elkészülnek a tervek, az úszószövetség ezt támogatni fogja, illetve ez majd a kormány elé kerül, akkor a kormány ezt támogatja is, a finanszírozásra is lehetőséget ad a városnak. Addig is lobbizni kell a forrásokért, és a kiviteli terveknek is el kell készülniük, valamint az építkezésre is idő kell. A mostani elképzelések szerint jó esetben már 2022-ben elkészülhet, és átadhatják Dombóváron az új multifunkcionális sportlétesítményt. Szerda éjfélkor járt le az adóbevallás benyújtásának határideje, de a rendszer a határidő lejárta előtt néhány órával már nem működött. Leginkább az SZIA 1+1%-áról nem lehetett már rendelkezni tegnap este, a NAV telefonos ügyfélszolgálata pedig ezügyben nem volt elérhető, minden vonaluk foglalt volt. Az adóhivatal bejelentette, hogy a zavar miatt kitolták a határidőt, csütörtök éjfélig még módosítani lehet az SZIA bevallási tervezeteket a NAV e-SZIA rendszerében. Így az 1+1%-ról is tud még nyilatkozni, akinek eddig nem sikerült. Az óvodák és a bölcsödék vidéken május 25-től, a fővárosban június 2-ától visszatérnek a normális működési rendhez, mivel a járványveszély Érdemben csökkent. Jelentette be Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár a kormány oldalán. Az intézmények a nyár folyamán legfeljebb 2 hétre állhatnak le. Az iskolák is kinyitnak június 2-től, de a digitális oktatás június 15-ig érvényben marad.
Az elmúlt hetekben hatalmas volt a bizonytalanság az oktatási intézményekben, és maguk az óvoda, iskola igazgatók, valamint a tankerületi központ vezetői sem tudták megmondani, mi várható a következő hetekben. Marad-e a digitális oktatás, lesz-e nyári iskolai felügyelet, és a táborok, ballagások sorsa is képlékeny volt. Szerda késő délután azonban a kormány hivatalos Facebook oldalán Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár bejelentette, megszülettek a tanév zárásával kapcsolatos döntések. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az óvodák és a bölcsödék vidéken május 25-től, a fővárosban június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez. Az intézményeknek külön igazolások nélkül is fogadniuk kell a gyermekeket, a nyár folyamán egy intézmény legfeljebb 2 hétre állhat le. Erre azért van szükség, mert a szülők szabadsága sok esetben elfogyott, dolgozniuk kell. A másik fontos kormányzati döntés, hogy az iskolák is kinyithatnak június 2-től, de a digitális tanrend június 15-ig érvényben marad, és a tanév hossza sem változik. Június 2-től engedélyezzük ugyanakkor az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozását, kiscsoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítés tartását, amennyiben annak célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása. Lehetővé válik a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása is. Az is fontos változás, hogy június 2-től valamennyi iskolában meg kell szervezni az odajáró gyerekek felügyeletét. Külön feltételek és igazolások nélkül fogadni kell a tanulókat június 26-áig. A felügyeletben résztvevők számára június 2-a és 15-e között elsősorban felzárkóztatás, június 16-a és 26-a között pedig a következő tanévre való felkészítés zajlik majd. De intézményi hatáskörben napközis táborok is szervezhetőek az alapvető járványügyi szabályok betartása mellett. Évzárok, ballagások is tarthatóak, de átgondoltan kevesebb résztvevővel, jelentette be Maruzsa Zoltán. A szekszárdi iskolákban jelenleg is zajlanak az egyeztetések, miként fogják ezeket a feladatokat megoldani a pedagógusok. Az igazgatók azt mondták, hogy sok függ attól, mennyi szülő kéri a gyerek felügyeletét, ahogy attól is, mennyi tanulónál válik szükségessé a kiscsoportos felzárkóztató foglalkoztatás tartása. Ezt azon tanulóknak szervezik, akik nem megfelelő módon vettek részt a digitális oktatásban. A ballagások és nyári táborok kapcsán még nem tudtak információval szolgálni az igazgatók. Elmaradnak viszont a fesztiválok augusztus 15-éig Szekszárdon. A Fidesz-KDNP szekszárdi frakciója azt javasolja, hogy a szüreti napokat se rendezzék meg, mert úgy látják, nincs rá elég idő, hogy a színvonal romlása nélkül meg lehessen azt rendezni. Máté Péter frakcióvezető kifejtette, az előkészületek az idén elmaradtak, és a források sem állnak rendelkezésre. Továbbá a nagy tömeget vonzó rendezvény veszélyforrás lehet, hiszen nem lehet tudni, hogy a járvány mikor lobban fel újra. Ebben a bizonytalanságban az sem elképzelhetetlen, hogy a szüreti napokat le kellene fújni. Ezért sem lenne értelme azt megtartani a közgyűlés fideszes tagjai szerint. Semmiképp nem szeretnénk azt, hogy egy olyan rendezvényt szervezzünk, amit esetleg nem lehet megtartani. Ha belegondolunk ebbe a rendezvénybe, hogy színvonalas, nagyon jól sikerült az egészet minden évben egyre több embert vonzó rendezvényé tenni. Ezt nem tudjuk most biztosítani, nem hiszem, hogy tudjuk biztosítani, úgyhogy inkább ne legyen ez a rendezvény ilyen megtartva. Baleset történt az 56-os úton Szekszárd külterületén csütörtökön. Két autó közlekedett Bátaszék irányába, amikor a hátul haladó jármű vezetője nem tartott kellő követési távolságot, és neki ütközött az előtte forgalmi okból lassító autónak. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg. Az építőipar is megérzi a koronavírus miatti visszaesést. A bevételek ugyan nem csökkentek olyan mértékben, mint például a vendéglátásban vagy a turizmusban, de ebben az ágazatban is érezhető a válság. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a cégeknek most arra kell koncentrálniuk, hogy a visszaesés ellenére is megtartsák a már bevált dolgozóikat. Folyamatosan dolgoznak a munkagépek az építőiparral foglalkozó Tambau Kft. Tamási telephelyén. A magas és mély építéssel, gyártással, kis és nagy kereskedelemmel és áruszállítással is foglalkozó építőipari céget nem roppantotta meg a koronavírus, de a járvány negatív hatásait ők is megérezték. Két olyan a nagy gépes üzletágat érintő piaci szegmensünk, illetve piaci konkrét munkánk haltak el, amelyek elég komoly több százmilliós jelleget tudtak
volna prezentálni árbevétel tekintetében, de ezt nyilván tudomásul kellett venni, hogy a tisztelt megrendelői állományunk súlyosan érintett COVID-19-es körülmények miatt. Az építőipart egyelőre nem törte meg a koronavírus járvány. Áprilisban 293 új céget jegyeztek be az országban, és 297-et szüntettek meg. Szakértők szerint ez elfogadható arány még békeidőben is. A termelés volumene sem csökkent drasztikus mértékben. Márciusban 16, még áprilisban már csak 3,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a cégeknek most arra kell koncentrálniuk, hogy a visszaesés ellenére is megtartják a már bevált dolgozóikat. Ha nem tudják megtartani a cégek a munkaerőt, akkor gyakorlatilag a vége van a járványnak. Nehezen lehet őket majd újból hadrendbe állítani. Nyugaton is hasonló gondok vannak, és a nagyobb bérért, nagyobb fizetésért várhatóan el fogják szipkázni a magyar munkavállalókat. Tolna megyében az építőipar tavaly nagyjából 46,5 milliárd forintos forgalmat generált. Marad a járványügyi készültség, a veszélyhelyzet azonban megszűnik, mivel napok óta csökken a koronavírussal fertőzöttek száma, hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Csütörtök reggeltől Románia és Magyarország között az összes határátkelőhely megnyílt, mondta Kis Róbert. Az alezredes arról is beszélt, hogy a kormány folyamatosan egyeztet további határnyitásokról a szomszédos országokkal. A dombóvári középiskolák is készülnek a szeptembertől átalakuló technikumi képzésekre. A legfőbb újdonság, hogy már első osztálytól ösztöndíjat kapnak a diákok, és az esetleges továbbtanulásban is előny, ha ilyen képzésben végzett valaki. Az új, 5 éves technikumi rendszer bevezetése vonzó lehetőségeket kínál a diákok számára. 5 év alatt érettségit és olyan szakmát szerezhetnek meg, amiben könnyen el tudnak helyezkedni. Gál János, az Apácai Csere János szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium igazgatója elmondta, hogy figyelemmel kísérik a munkaerőpiaci igényeket, és ehhez képest tudnak osztályt indítani. Ez egy teljesen új szakmai oktatási forma lesz a korábbi szakgimnáziumhoz képest, hiszen megváltozik a tananyagtartalom, megváltozik az oktatási rendnek az ütemezése, időtartama, és megváltozik a diákoknak nyújtott szolgáltatás, kedvezmény, ösztöndíj mértéke is és összege is. Gondolom, hogy ennek az új információknak köszönhetően megnőtt a jelentkezők száma iskolánkba, és a korábbi osztályhoz képest plusz egy osztályt tudtunk indítani a hozzánk felvett diákokból. Az iskola gyakorlati helyeket is biztosít az adott szakmákhoz, ezzel nagyon megkönnyítve a tanulók későbbi piacon való elhelyezkedését. Az Eszterházy Miklós szakképző iskolában a rengeteg szakképzés mellett megújul a felnőtt képzés is az idén, ami egy új kihívást jelent a pedagógusoknak. Bükösdi Olga, az intézmény igazgatója elmondta, nagyon jó lehetőségnek tartja a felnőtt képzés megreformálását. Rengeteg ágazatban várjuk a felnőtteket, szociális, egészségügy, sport, az autószerelőket is várjuk, akiket most per pillanat azért úgy hívunk, hogy gépjármű mechatronikai technikus, erre mindenkinek fölhívnám a figyelmét. Aztán a gépészet területén, vendéglátás területén, tehát nagyon-nagyon széles a kínálat. Érdemes az iskola honlapján utána nézni a különböző szakmai képzéseknek. Az Eszterházy Miklós szakképzőiskolában 174 szakmából választhatnak a tanulni kívánók. A Magyar Mag megerősítésével, 2 magyar és 3 külföldi új játékossal, új célokkal és változatlan szakmai vezetéssel indul neki a szezonnak az Atomerőmű KSC Szekszárd a koronavírus járvány miatti kényszerszünetet követően. A kosárlabda csapatot erősíti immár a leukémiából felépült Gereben Lévia is. Az első edzésen már ő is túl van, a csapat pedig gőzerővel készül a magyar és a nemzetközi mérkőzésekre. 4 évre meghosszabbította a KSC Szekszárd Gyokics Zsejkó vezetőedző szerződését, akinek a céljai változatlanok. Továbbra is szeretné sikerre vinni a csapatot mind az Európa kupában, mind a Magyar kupában. Reméli, hogy lesz lehetőségük az Euróligában való bemutatkozásra is. További feladatként említette meg a fiatal tehetségek beépítését a csapatba. Szabó Gergő ügyvezető elnök eddig is sikereiket vette sorra. Elmondta, a világjárvány miatt félbeszakadt a szezon, mégis sikeres évet zártak, hiszen a csapat Magyar Kupa ezüstérmet szerzett, az Európa Kupában pedig egyedüli magyar együttesként bejutott az egyenes kieséses szakasz második körébe.
Szabó Noémi, szakmai igazgató pedig a játékos keret kialakításáról beszélt, ahol az elsődleges cél a meglévő magyar mag megerősítése volt. A kosárlabda csapatot erősíti immár a leukémiából felépült Geremen Lívia is. Zele Dorina és Szabó Fanni pedig Szekszárdra igazolt. Erika Meggol a csapatnál maradt. Rajta kívül még 3 légiós sikerült szerződtetnie a csapatnak. Zala Friskovec érkezik majd a csatából, fiatal, nagyon tehetséges szlovén válogatott irányítóról van szó, Maja Skorics fogja szállítani majd szerintem a rutint, ugye? Ő szerb válogatott, a Miskolcból érkezik, és Sasha Gori, amerikai centerünk, ő is az előző szezonta a Miskolcban játszotta, most pedig minket fog majd erősíteni. Szabó Noémi hozzátette, az elmúlt 2 hónap nem volt könnyű számukra, rengeteget dolgoztak a klub életben tartásáért. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondta, minden támogatást megadott eddig a város a csapat működéséhez. Ebben tervei szerint nem lesz változás. Együtt kezdtük el tulajdonképpen valahol azt a munkát, amelynek az egyik eredményénél vagyunk most jelenleg is, hogy van egy stabilan működő klub, ki vannak fizetve játékosok, van egy jövőkép. Ezt a jövőképet szeretnénk mi is megtámogatni a továbbiakban is. Az idei esztendőben még a vírus helyzet előtt a közülés döntött arra, hogy 1 millió forintot biztosítok a Sárba klubnak. A csapat a Siókupán méreteti meg magát elsőként a szezonban szeptember végén, a magyar bajnokság pedig októberben indul a jelenlegi tervek szerint. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Több nagyvárosban is gyűjtenek majd mintákat, kimutatható a koronavírus a szennyvízben. Ismét pályázhatnak az egyesületek, 500 milliós keret a tehetségprogramra. A szezon végéig folyamatosan írtani kell a parlagfüvet, több milliós bírságra is számíthatnak a szabályszegők. Akár 3 napon belül kimutatható a koronavírus jelenléte egy új módszerrel. Külföldi példára hamarosan Magyarországon is elindul a nagyobb városok szennyvizének elemzése. 9 településen, köztük Pécsen zajlik a mintavétel, amit néhány napon belül ki is értékelnek a szakemberek. A vizsgálat segítségével könnyebben megállapítható, hogy milyen lecsengése lesz a járványnak, vagy esetleg várható-e újabb hullám. Szennyvíz elemzésével keresik hamarosan a koronavírus nyomait Magyarországon. A külföldön már bevált módszer hasznos eszköz lehet a fertőzés megjelenésének, illetve visszatérésének kimutatására. Mivel egy városi szennyvíztisztítótelephez több 10 000 háztartásból kerül szennyvíz, így a fertőzöttek száma a hagyományos teszteknél nagyobb mintában vizsgálható. A koronavírus jelenléte a tünetek jelentkezésénél jóval rövidebb idő alatt, akár a megfertőződés utáni 3 napon belül kimutatható ezzel a módszerrel. A mintákat 9 nagyvárosból, köztük Pécsről gyűjtik majd be. Innen megérkeznek a minták Nagykanizsára, ahol körülbelül 1 literes mintamennyiségből egy 2 milliliteres kivonatot készítünk el ez 2 napos procedúra során, amiből már Pécset dr. Jakab Ferenc segítségével, közreműködésével aztán maga a virológiai vizsgálat megtörténik, azaz kimutatásra kerül konkrétan a vírus. Ezután pedig akár elrendelhetők olyan intézkedések, amelyekkel csökkenthető a vírus terjedése, amennyiben indokolt. A járványgörbe eddig felfutó ágban volt, most azonban stagnál, emlékeztet a szakember. Ebben a bizonytalan helyzetben arra adhat választ ez a módszer, hogy milyen a lecsengése, illetve lesz-e újabb járványhullám. Első körben 5 hónapon át, azaz szeptemberig végzik a mintagyűjtést. 2 hónap után már értékelhetőek az adatok, melyekből kiderül, hatékony-e a módszer, van-e változás, kell-e gyakrabban mintát vételezni, vagy be kell levonni esetleg más városokat. A vizsgálat végén pedig el lehet dönteni, hogy szükséges-e a folytatás, vagy ha nem, akkor mi legyen a következő lépés. Ismét pályázhatnak az egyesületek, civil szervezetek, köznevelési és felsőoktatási intézmények, magánszemélyek és egyházak a Nemzeti Tehetségprogramra. A kezdeti 500 millió forintos keret mára már 3 milliárd forintosra bővült, ami 300-350 ezer fiatal támogatását teszi lehetővé. Idén pályázni június 30-áig lehet. A Szentlőrinci Egymi több célú gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény, melybe tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyerekek járnak. Az iskola évek óta részt vesz a Nemzeti Tehetségprogramban, most már bevonva az alapfokú művészeti iskolát és a Szentlőrinci általános iskolát is. A Szinergosz Tehetséggondozó Társulat zeneterápiás, valamint báb és színjátszó foglalkozásainak célja az egyéni fejlesztésen túl az iskolai agresszió és a magatartási problémák hatékony kezelése.
megélése. A programokat a Szentlőrinci Egymi gyógypedagógusa a Művészeti Iskola zenetanárával, Rékai Jánossal együtt dolgozta ki és fejleszti. A mi intézményünkben van egy tehetségterem, ahol a foglalkozások folynak. A másik iskolának a gyerekei, tehát az épértelmű gyerekek minden héten egyszer jönnek át ide hozzánk. Az órarendjük úgy van tervezve, hogy abban az időszakban ne legyen óra, tehát ez délutáni időszakban zajlik. És itt a mi termükben pedig akkor leülünk, és jól érezzük magunkat, és folytatjuk a munkánkat. A Nemzeti Tehetségprogram célja a fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítése. A program 2009 és 2019 között több mint 14.200 nyertes pályázatot támogatott. Baranya megyében az eddigi tapasztalatok alapján sajnos nem túl magas a beadott pályázatok száma, illetve hogyha megtekintjük a korábbi évek nyerteseit, akkor ebből adódó nyertesek száma sem túl magas. Úgyhogy javaslom mindenkinek a megyében, hogy idén éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen 300.000 támogatottról lehet szó, így jó eséllyel indul mindenki. A 2020-as Nemzeti Tehetségprogram több határidős. A legtöbb programra június 30-áig pályázhatnak a közösségek. Ugyan még nem indult el a szezon, érdemes mielőbb felkészülni a parlagfű kiirtására. A gyomnövény elleni védekezés ugyanis nem csak az allergia, hanem az anyagi szempontok miatt is fontos. A 2019-től hatályos jogszabály értelmében a vegetáció végéig fenn kell tartani a parlagfűmentes állapotot. Ha ez nem történik meg, akár 5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak a földtulajdonosokra. A megyei kormányhivatalok munkatársai ugyanis folyamatosan végeznek ellenőrzéseket a szezon végéig. Egy 2019-ben történt jogszabálymódosítás miatt már nem csak június 30-áig kell gondoskodni arról, hogy kiírtsák a parlagfüvet a földhasználók. A rendelet értelmében a tavalyi évtől minden szezonban a vegetációs időszak végéig kell fenntartani a gyomnövénytől mentes állapotot. Ez általában szeptember végéig, október elejéig eltarthat. A földtulajdonosok által végzett parlagfű elleni védekezést rendszeresen ellenőrzik a megyei kormányhivatalok. Amennyiben megállapítja, hogy a parlagfű virágingója kialakult, megindítja az eljárást. Ott, ahol az eljárás megindult, az esetek nagy részében ugye közérdekű védekezés kerül elrendelésre. Amennyiben ezt a gazdálkodó nem tesz eleget ennek a kötelezésnek, akkor a hatóság végrehajtja magát a védekezést, és ennek a költségét ráterheli a gazdálkodóra. A tavalyi évben Baranyában 242 esetben indult eljárás mintegy 300 hektárnyi földterületen, tette hozzá az osztályvezető. Emellett körülbelül 150 közérdekű védekezést rendelt el a kormányhivatal közel 200 hektáron, és majdnem 100 alkalommal szabtak ki növényvédelmi bírságot, ez csak nem 5 millió forintot jelent. A szakember kiemelte, aki parlagfűvel fertőzött területet észlel, tehet bejelentést a kormányhivatal elérhetőségén keresztül, a parlagfű zöld számot tárcsázva vagy egy bejelentő rendszer segítségével. Amennyiben a parlagfű bejelentő rendszert használná, akkor lehetőség van arra, hogyha rendelkezik okostelefonnal, hogy akár a parlagfűvel szennyezett területen is állva gyakorlatilag a GPS adatokat, az elkészült fénykép felvételeket, illetve a terület adatait feltöltve a bejelentését megteheti. Leggyakrabban a szántóföldeken fordul elő a parlagfű a városokon kívül. Kiirtása egészségvédelmi szempontból a legfontosabb, de emellett a pénzbüntetés elkerülése érdekében is érdemes megszabadulni a gyomnövénytől. A bírság ugyanis 15 ezertől 5 millió forintig terjed, ami a terület nagyságától és a fertőzöttség mértékétől függ. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Sportfejlesztés, 3 milliárd forintból épül az új sportcsarnok Dombóváron. Most már hivatalos, kinyitnak az óvodák, iskolák, lesz mindenhol gyerekfelügyelet. Túl sok a bizonytalanság, kevés az idő. A Fidesz-KDNP frakciója nem tartaná meg a szexárdi szüreti napokat. Változatlan szakmai vezetés, új célok, felállt a KSC Szexár csapata. Pénteken délelőtt derült égbolt, szikrázó napsütés lesz a jellemző 22 fokos nappali csúcshőmérséklettel. Délután este felé beborulhat és az eső sem kizárt. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!